Három arany és három ezüstéremmel zárták az Orka SE szinkronúszói a hétvégi Magyar Köztársaság kupát, amit városunkban a Csitári uszodában tartottak. László Réka kivette a részét a sikerekből, hiszen egy első és két második helyezés megszerzésének is tevékeny részese volt. Azt az elvárást, hogy minden számban dobogóra álljunk, azt sikerült teljesíteni, de szerintem lehetett volna jobb is egy-két számban. Vannak új kűrök, amiket most kezdtünk el gyakorolni, és ez még látszik, hogy kicsit összeforratlan, de a következő versenyekre ezen mindenképpen javítunk. Ugye hétvégén Orka gála, készültök rá nagyon? A karácsonyi gálát az nagyon várjuk, minden évben ez az, amikor így megmutathatjuk azt, hogy miért dolgoztunk egész évben, úgyhogy az még nagy show lesz. A fiatalabb korosztály versenyzői is remekül teljesítettek, két aranyérmet szereztek. A juniorok és a felnőttek szintén kitettek magukért, náluk talán már az eredménykényszer is nagyobb. Ügyesek voltak a lányok, nagyon-nagyon fárasztó volt ez a két nap, főleg a tegnapi, és ehhez képest nagyon-nagyon szépen összeszedetten teljesítettek, meg vagyok velük elégedve. A kombinációs kürjeink mind a kettő, a junior is és a felnőtt is második helyen végzett. Szerettem volna egy picit jobban sikerül, de ezzel is meg vagyok azért elégedve. Felnőtt csapatunk pedig első helyen végzett. Remek hétvégén vannak túl az orkások, de pihenésre nincs sok idő. Szombaton 18 órától a hagyományos karácsonyi gálájukat tartják, szintén a Csitári uszodában.